A múzeumok őszi fesztiváljához kapcsolódóan megrendezett kiemelt szakmai program volt a Paksi Képtárban rendezett konferencia. Szervezése nem volt idegen az intézmény kollektívájától, hiszen rendszeresen megvalósítanak módszertani bemutatókat, szakmai továbbképzéseket pedagógusoknak, múzeumpedagógusoknak, közgyűjteményi dolgozóknak. Ez a találkozó a múzeumok és az iskolarendszer kapcsolatát, együttműködését helyezte a középpontba. A konferencia címe a Múzeum, mint tantárgy, megújuló múzeumok és az iskolarendszer, hiszen a 2013-as év olyan változásokat hozott a közgyűjtemények, illetve az iskolák életében is, amire szükségszerű reflektálni a szakmának is, a múzeumpedagógusoknak is, az intézményvezetőknek, pedagógusoknak egyaránt, és azt a témát járjuk körül, hogy hogyan lehet a meglévő együttműködéseket iskolák és múzeumok között szorosabbá tenni, hogyan lehet új kapcsolatokat kialakítani, illetve milyen jó gyakorlatok működnek az országban, amiket érdemes megosztani egymással. Paksváros a kulturális élet területén számos olyan intézmény tart fent, amelyet a mai viszonyok között csak középméretű városok engedhetnek meg. Teszi ezt azért, hogy a városlakók kulturális igényét kielégítse, és a jövő generációt minden eddiginél színvonalasabb oktatásban és művelődési lehetőségben. Az egyik intézmény a képtár, amelynek tevékenységét is méltatta köszöntőjében Csajági Sándor, a képviselő testület humánpolitikai bizottságának elnöke. A képtár élen jár az oktatási nevelési intézményekkel való kapcsolat együttműködés terén, számos programot szerveznek óvodásoknak és általános iskolásoknak. Jó gyakorlat az Iparművészeti Múzeum foglalkozás sorozata is, amelyet Koncz Kinga mutatott be a konferencián. Szeretnénk egy picit az építészetet jobban helyzetbe hozni, sok tantárgyhoz köthető olyan tárgyakhoz, mint az irodalom, történelem, földrajz, vagy akár a matematikához, a vizuális tárgyakhoz, rajz és vizuális nevelésről nem is beszélve. És általában 8-13 éves korosztályhoz, mármint több korosztályhoz is szólnak ezek a foglalkozások. Az lenne a célunk vele, hogy kibontani a gyerekekben rejlő kreativitást, egy picit a térbeli tájékozódást, a múzeumnak az épületét olyan szemszögből megmutatni nekik, ahonnan nem látják. Például körbejárjuk, az egyik téma a lépcsők és az épületben való közlekedés. Végigjárjuk az összes ilyen folyosó szakaszt és csiga lépcsőt, ahol a különböző szinteket meg lehet közelíteni, és utána ők modellezik ennek a különböző formáit, változatait, maketteken terveznek, lépcsőfordulókat, illetve különböző művészettörténeti előképeket nézzünk meg, a lépcső, a közlekedés, az összekötése a különböző szféráknak. Körüljárva a központi témát, több szakmai előadás hangzott még el a konferencián, amelyet kérdések, vélemények, javaslatok megfogalmazásával zártak. 16 órától a Tanárok Éjszakája program kezdődött. A szakmai beszélgetés témája az volt, hogyan lehet beépíteni a múzeumok által közvetített ismereteket az iskolai tanítási gyakorlatba, illetve hogyan alkalmazható a kortárs művészet a gyermekek vizuális nevelésében.